Gyertyatartók, vázák, szekrények, a múlt darabjai újrafestve és újra gondolva Karikás Noémi szemszögéből. Egy tömbház lakásnak a folyosójáról lett tulajdonképpen megventve, úgyhogy barátok szóltak, tudván, hogy megszállottja vagyok a bútormentésnek és festésnek, hogy akkor én ezt jó lenne, ha elvinném, mert úgyis tűzre kerül. Akkor már megvolt a boltnak maga a bolthelyiség, hogy ez lesz, de még nem tudtam biztosan, hogy ide fog kerülni. A Zsalogáterhez festettem. Picit népiesnek is gondoltam, és szerintem, hogy így jól beillik ide a környezetbe, úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Noémi a Párciumi Keresztény Egyetem angol szakán végzett. Szinkrontolmácsként dolgozott, majd néhány év múlva úgy döntött, a monoton munkát hátrahagyva kreatív foglalkozás sorozatba kezd. A lakberendezés már gyermekkora óta érdekelte. Az volt az egészben a csattanó, hogy én nem is tudtam, hogy létezik ilyen festék, és ezt tiszta véletlenül úgy ismertem meg, hogy sógornőm hozott nekem, mert tudta, hogy szeretek mindenfélét alkotgatni otthon is a ház körül, és még akkor két pici doboz festékkel indult az egész őrület, amikor azokat ugye felhasználva apróbb dísztárgyakat, kereteket festettem meg, de annyira megtetszett, megszerettem, feltöltött, hogy elkezdtem aztán Budapest mellé workshopokra járni, és egyre jobban és jobban belemerültem az egészbe, és hát egyik lépés a másik után következve, tehát ez se volt a terve, ez a kicsi bolt. Itt épp egy háromlábú Schuster-széket varázsol újjá, festéssel és matricázással. Amíg ilyen sűrű, igen, és ez természetes disznószőrecsed, azzal textúrált felületet tudsz elérni. Ami igen, és jól beleülnek a különböző paszták, az antikulóviasz, és így tudod antikolni. Ez ugye ez műanyag. Közben elkezdte a rendszeres kézműves foglalkozásokat is, az érdeklődő váradiak számára. Úgy gondolom, hogy az emberek nagyon szeretik az egyedi dolgokat. Az egyediség egy fontos dolog, és azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó lehetőség nyílik arra, hogy egyedi tárgyakat készítsünk az otthonainkban, vagy a bútorokat újra gondoljuk, újra fessük, és ezáltal olyan tárgyak lesznek majd az otthonainkban, amelyek a mi és a családunk világát tükrözik, és nem csak egy polcról leemelt darabok lesznek. Az alkotás szerintem minden embernek fontos, hasznos, így a kreativitásunkat ki tudjuk bontakoztatni, és ugye alkotni művészet, ez nem azt jelenti, hogy csak a nagy művészek és tudósok alkothatnak, hanem minden ember kipróbálhatja, és ezáltal egy saját magáltal készített tárgy nagyon nagy boldogságot tud okozni szerintem bárkinek. Stresszoldó, megnyugtat, feltölt, és jól esik, mikor a saját kezed munkáját viszont látod. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt kipróbálhattam. Noémi nem bánta meg, hogy korábbi szinkrontolmács munkáját festőecsetre cserélte. A kézműves munkát már gyermekkorában megkedvelte, általános iskolás korában virágkötésznek tanult, és mindig érdekelte, hogyan tudná szebbíteni lakását, környezetét úgy, hogy ezzel a technikával másokat is megismertessen. A sógornőjétől kapott vízalapú festéket mind a mai napig használja a bútorok rekondicionálásához. Elsődleges célja nem csak a régióban egyedülálló vállalkozásának a népszerűsítése, hanem az is, hogy rendszeressé tegye a tanfolyamokat, és kulturális közösségi téré varázsolja Nagyváradi kisboltját.